Annyi gondolat járt az eszemben, amikor arról meséltem, hogy mit csináltak kövér patkányokkal, meg sovány patkányokkal, meg a kakiukkal, hogy azért csak úgy átabotában mondtam el a kísérletet, pedig fantasztikus jó kísérlet, nagyon is megérdemli, hogy alaposan elmondjam. Egyébként lent megtaláljátok a hivatkozást is erre a kísérletre. Először elmondom, hogy miért nem jutott eszembe pontosan. Hát azért nem, mert mi folyton azzal találkozunk terápia során, hogy ugye a genetika, hogy hát az anyjától örökölte meg, hogy azért kövér meg. És ez számomra az egyik legfrappánsabb bizonyíték annak, hogy valaki nem genetikailag kövér, vagy hogy nem genetikailag olyan balhés, mint az anyja. Az előbbire szól a kísérlet. Tehát, hogy vettek egy kövér ikerpárt, egy petélyű ikerek, akiknek ugye a genetikai állománya alapjában azonos. Az egyikük volt kövér, a másikuk volt sovány. Miben különböztek? Az étrendben? Nem. Ugyanazt tették. Tehát valószínű, hogy a bélflórájuk volt különböző, a belükben élő mikróbák. Hogyan lehet ezt bizonyítani? Hát úgy, hogy beültették egerekbe. A kövérnek a bélflóráját beültették egerekbe, meg a soványnak a bélflóráját is. És lásd csodát, ugyanazon az táplálékon a kövér bélflórával rendelkező egerek azok meghisztak, a sovány bélflóráján levő egerek azok karcsúak maradtak. Hoppá! És akkor jött az a következő lépés, tehát szerintem zseniális, frappánsan meg van tervezve. A következő lépés pedig az volt, hogy összeeresztették őket egy ketrecbe, nosza, kövér, sovány. És az egereknek megvan az a szokásuk, hogy megkajálják egymás székletét. Talán még emlékeztek rá, hogy a baseball csapat is folyton érinti egymást, tehát hogy ők is egy közös ilyen mikrobiológiai flórán vannak. Hát az egerek ezt még érzékletesebben teszik, és valószínű azért teszik, azért eszik, hogy kicseréljék egymás bélflóráját. No, hát így történt, hogy a kövérek megkajálták a soványok kakiát, ezáltal ő náluk is megjelentek azok a mikrobák, amelyek a soványokat karcsúan tartják. Más néven, vagy másképp kifejezve, hogy az ő genetikai sokszínűségük is növekedett a bélflórájukban, és így, mit tesz Isten, ők is soványok lettek.